Békesség Isten! A mi segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyától és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból. Istennek és a mi Atyának akaratja szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőségére a 157-es számú éneket. A 157-es számú ének így kezdődik. Nem vagyunk mi magunk. Istennek tegye áldotta az ő igényét, hogy beszéde lakozzék bennünk gazdagon,
és mi sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére, mondjuk el együtt felhangon Kálvin János búvaló imádságát. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyám, megvallom és felismerem szent színed előtt, hogy én nyomorult bűnös vagyok. Vétekben születtem, rosszra hajlok, képtelen vagyok a magam erejéből a jóra, szent törvényed nap-nap után sokféleképpen áthálom, és mindezzel a te igazságos ítéleted szerint kározatot érdemlek és örök halál. De Uram, íme számom és bánom, hogy megbántottalak téged. Égő töredelemmel kárhoztatom vétkeimet, és alázatosan menekülök a te irgalmasságodhoz. Könyörögve hozzá, légy segítségemre az én nyomorúságomban. Szállj meg engem, jóságos Isten, irgalomnak Atya, és bocsásd meg az én vétkeimet, a te szent fiacs, az én megváltóm, az Úr Jézus Krisztus szerelméért. Áraszd ki rám és növeld folyvást rajta, szent lelked ajándékait, hogy ereje által mind jobban megismerjem bűneimet, és ellene mondva a világ csábításának tagadjam meg az én óemberem. Segíts szent lelkeddel, hogy szenvedélyesen igyekezzem a jóra, s teremjem szentségnek és igazságnak gyümölcseit, amiket fogadj el tőle, hála áldozatom alázatos zsengélyekén. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg engem. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, amikor így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyet foglalva énekeljük a 150-es számú éneket, a 150-es számú éneknek első és második versét. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Yeah.
dicsérünk, Urunk, mert jó vagy, mert örökké tartó a te kegyelmed, mert nemzedékről nemzedékre megtapasztalta az ember, az első emberpártól fogva, hogy velünk vagy, mindig velünk, hogy az egész teremtést úgy igazgatott, úgy tartott fenn, hogy az nekünk javunkra szolgáljon, vagy legalábbis mindazoknak, akik téged szeretnek, hiszen megígérted már a 10 parancsolatban, hogy 1000 íziglen megkegyelmezel azoknak, akik téged szeretnek, és 1000 esztendőkön át élvezhette és élvezheti az ember szeretetednek és kegyelmednek 1000 apróbb és nagyobb jelét. Ahogyan élveztük mi is az egész mögöttünk álló héten, ahogyan kegyelmedből lehetünk itt szent színed előtt, ezen a vasárnap délelőttön, és lehet a szívünkben bizakodás és reménység, ahogy tegnap és tegnap előtt és mindenkor, úgy ma is, holnap is. Irgalmas és kegyelmes Urunk vagy, és maradsz. Szólj hát és taníts bennünket az ígével, hiszen hallottuk, hogy a hitünk táplálója és forrása az ígének hallása, és járjon át bennünket a te szent lelked, hogy a lelkünkben elvetett ige magva jó termő talajra találhassanak, gyümölcsöt teremhessenek a te dicsőségedbe. A mi Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Isten igének a hallgatására készülje a 150-es ének 3. versét énekeljük az Urat című albumban. János pedig felele néki mondván,
Mester, látám valakit, aki a te neveddel ördögöket űz, és aki nem követ minket, és eltiltók őt, mivel hogy nem követ minket. Jézus pedig mondta, ne tiltsátok előtt, mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben, és mindjárt gonoszul szólhatna felőle. Mert aki nincs ellenünk, mellettünk van. Mert aki innotok át egy pohár vizet az én nevemben, mivel hogy a Krisztuséi vagytok, bizony mondom néktek, el nem veszti az ő jutalmát. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára és a tengerbe veti. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakára és a tengerbe veti. Ez Isten igéje. Ebben a néhány versben, mint egy besűrítve találunk olyan aranymondásokat, igei részeket, amiket más evangéliumokból is ismerünk, ott talán egy kicsit részletesebben van leírva, de éppen ezért összefüggésében nem mutatja meg a többi evangélium, már ad egy keretet annak a történésnek, amit ez a felolvasott ige rész elmond számunkra. Egy helyzetet mutat be, Jézus hazatér a saját földjére, ez ugye Galilea vidéke, vele vannak természetesen a tanítványok. Az úton, hogy mi történik, nem tudjuk, valaminek történnie kell, mert Jézus előveszi Kapernaumba érkezve a tanítványokat, hogy mi fölött vetekedtek az úton, mintha nem tudná természetesen, pontosan tudja Jézus. Ahogy a tanítványok is tudják, hogy baj van, vannak, mert ennyit mond ugye a Szentírás, hogy hallgatnak mindnyájan. És egy kicsit mosolyoghatunk is rajta, mert aki szülő, nagyszülő, az pontosan tudja, vagy a pedagógusok pláne tudják, hogy milyen az, amikor rajta kapjuk a gyermeket valami csíntevésen, valami rosszaságon, megkérdezzük, hogy ugyan biza mit tettél, biztos, vagy legalább 99%-ban biztos, hogy hallgatni fog a gyermek. Tehát az, amire Jézus felhívja a tanítványok figyelmét, hogy olyanná kell lenni, mint a gyermekek, már meg is valósul, még mielőtt erre felhívna a figyelmüket, bár nyilván nem erre gondol Jézus, vagy nem ezt állítja példaképpen eléjük, hogy hallgassanak el akkor, amikor valami rossz fát tettek a tűzre. Bajban vannak a tanítványok, mert olyan dolog jön ki belőlük, ami nem illő, nem méltó Jézus tanítványaihoz, a kereszténységhez egyáltalán, bárkihez, aki Jézus követőjének, tanítványának vallja magát. Miért? Vetekednek egymás között az elsőségért, hogy ki a nagyobb közülük. Ahhoz, hogy el lehessen dönteni, hogy ki a nagyobb, ahhoz el kell sorolni az érdemeket. Tehát nyilván mindenki előveszi a maga dolgait, hogy ő miért több a másiknál. Ismerős ez a kép? Hát hogy ne lenne ismerős? Erről szól az egész világ körülöttünk. Beleértve sajnos a kereszténységet is, az egyházat, vagy legalábbis ami egyháznak és kereszténységnek látszik. Nem egyszer mondtam már el, és még sokszor el fogom mondani, hogy mennyire elhibázottnak tartom azt a nevelési rendszer, ami a kicsi gyermekeket óvodáskortól kezdve, de akár bölcsödéskortól kezdve, tehát egészen pici kortól kezdve, arra neveli, hogy több legyen a másiknál. Mindenben ki kell tűnni, és mindenben a másik elé kell kerülni. Jobb jegyet kell hazahozni, mint a másik gyermek. Első tanulónak kell lenni, a versenyeken ki kell tűnni, és a többieket le kell győzni, és ez elegészen azután a sportban, a munkahelyen, a politikában,
politikában mindenhol az elsőség kérdése tevődik fel. Aki első, az kitünteti, aki pedig valamilyen módon lemarad, annak jaj. Mert annak kevesebb lesz a hírneve, a dicsősége, a fizetése és minden egyéb. Az egész életünket átszöri az a fajta gondolkodás, hogy nekünk pedig ki kell tűnni a többiek közül. És amikor vasárnap délelőtt eljövünk a templomba, és azt halljuk Isten ígéjéből, hogy már pedig az elsőkből lesznek az utolsók, és az utolsókból lesznek az elsők, akkor csendben vagyunk. Csendben vagyunk, mert egyrészt nem ezt látjuk ezeken a falakon kívül, másrészt pedig érezzük, hogy azért mégiscsak igaza kell legyen Isten ígéjének, mert mégsem járja az, hogy az erőszakosok, a hatalmaskodók, az ügyeskedők, a másokat kijátszók és másokon átgázolók érvényesüljenek, és ez legyen az igazság ezen a világon. Valahol tehát egy olyan kettősség nyilvánul meg a saját magunk életében, az egész emberiség életében, ami súlyosabb esetben már orvosi esetnek minősül, mert úgy hívják, hogy tudathasadás, szkizofrénia, de ahogy én ezeket a sorokat olvastam, nekem az volt az érzésem, hogy mindannyian kivétel nélkül, legalábbis egy jó lelkiismerettel bíró keresztény ember feltétlenül tudathasadásos állapotban van, mert egyrészt meg kell felelnie a világnak, amiben él, másrészt pedig meg kell felelnie az Úr Jézus Krisztusnak, akinek szolgál. És ez a kettő bizony nagyon sok ponton összeegyeztethetetlen. Nem tudom elképzelni sem azt, hogy a keresztény egyház visszavonuljon a világból, és valahol egy lakatlan szigeten éljünk, hiszen hallottuk a római levélből, nekünk az a küldetésünk ezen a világon, hogy megmutassuk magunkat. Szívünkben higgyünk, a szájunkkal pedig vallást tegyünk, mert kötelességünk hirdetni az Úr Jézus Krisztus evangéliumát a világban. De honnan hirdessük? A sor végéről? Mindig utolsóként? Mindig nincs telenként, kisemmizetként? Hát ki fog meghallgatni bennünket, különösen ebben a mai világban? Sokkal inkább van hangja annak, aki ott van valahol fent, ott van valahol az előjárók között, akinek eszköze van rá, akinek pénze van rá, akinek hatalma van rá, hogy megmutassa Jézus Krisztus evangéliumát. Rendben van, csak egy óriási nehézséggel kell szembenéznie mindenkinek, aki felvállalja azt, hogy kiáll a világ elé, és megmutatja magát, és saját magán keresztül megmutatja az evangéliumot. A nehézség pedig az, hogy a világ egy szempillantás alatt magához teszi hasonlóvá azt, aki Jézus Krisztusra akar hasonlítani. Észrevétlenül átalakítja az embert. Nem véletlen, hogy az Úr Jézus Krisztus, amikor a tanítványok elé példát állít, akkor egy kisgyermeket vesz, és egy kisgyermeket mutat, hogy tessék olyanná lenni, mint ez a kisgyermek. És ahogy elolvastam, hát nem tudnám megmondani, hogy hanyadjára olvastam és rágtam át már magamat ezen az ígén, hogy olyanná kell lenni az embernek, mint a kisgyermeknek, de most egy olyan dolog jutott eszembe, ami még eddig nem. Hogy tudnélik, kedves felnőttek is, most elnézést kérek a konfirmándusoktól és a többi gyermektől, a felnőtteket kérdezem. Kedves felnőttek, kicsoda az közülünk, aki a vagyonát, pénzét rámerné bízni egy kis gyermekre, a sajátjára vagy máséra. És azt mondani, rendelkezel felette, semmiben bele nem szólok, hogy mit csinálsz vele. Állítom, hogy senki. Én legalábbis nem tudok rá példát, arra meg tudok törvényt, hogy hogyan szabályozza
a polgári, a világi törvénykezés is, hogy véletlenül se történhessen meg, hogy vagyon pénz kisgyermeknek a kezébe jusson. Miért félünk? Azért félünk, mert feltételezzük azt, hogy egy kisgyermek járatlan a világ dolgaiban, nem ismeri a világ dolgait, tehát a világ törvényei szerint helytelenül cselekszik. Na hát ezt akarja az Úr Jézus Krisztus. Hogy helytelenül cselekedjük a világ törvényei szerint. Mi pedig folyton arra vigyázunk, hogy megfeleljünk a világ törvényeinek. És nem a világ törvényeit alakítjuk az Úr Jézus Krisztus parancsolatához, hanem megpróbáljuk valahogy, akármilyen lehetetlen is, de megpróbáljuk az Úr Jézus Krisztus evangéliumát beleerőszakolni a világ tanításába, és elhelyezni valahogy a világ törvényei között. Amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy legyünk olyanná, mint a kisgyermekek, akkor hajlandók vagyunk naív csodálkozással, csendben ülve meghallgatni az evangéliumot, meghallgatni a prédikációt, de annál többre már nem vagyunk hajlandók. Még csak nem is tudjuk feltételezni magunkról, hogy képesek lenni gyermeki naivitással kiállni a világ elé, két kézzel szórni a kincseinket, amit nem a miénk egyezünk meg, mert minden garas utolsóban itt az Úristentől kaptunk ajándéka. Akkor tehát hol van a gyermekségünk? Hol van a Krisztus képűségünk? Hol van az evangéliumra való odafigyelésünk? És Jézus nagyon egyértelműen fogalmaz, és nem enged egyetlen kiskaput, egyetlen mentő gondolatot sem, amikor azt mondja, aki pedig hallgatja az én igémet és megtartja, az üdvözül. Aki pedig megbotránkozta egyet, a legkisebbek közül, akik bennem hisznek, jaj, azoknak, mert elvesztek. Nincs középút. És nem mondja azt, hogy jó, még adok nektek 10 év gondolkodási időt. Nem mondja azt, hogy majd 2000 év múlva, vagy 3000 év múlva, amikor visszajövök erre a földre, akkor újra tárgyaljuk az én parancsolataimat, meglátjuk, hogy mit sikerült megtartani belőle, és amit nem sikerült, azt kivesszük a törvények közül, és teszünk más. A világi törvénykezés az így működik, hogy változik a törvény. Amit lehet, azt megenged, amit nem lehet, azt tilt, és akkor 1 év múlva, vagy 100 év múlva teljesen más lesz a megengedett, és teljesen más lesz a tiltott. Próbáljunk meg elképzelni egy akasztófát a falu közepén, hogy oda húzzák fel azt, aki olyan bűnt követett el. Elképzelni sem tudjuk, akár 100 évvel ezelőtt ez még Európa szerte vagy világszerte teljesen megszokott látvány volt, hogy akasztófák álltak egy-egy közösségen belül. Tehát a világi törvény változik, a Krisztus parancsolata nem változik. És elhangzott egy rövid szócska az énekben, és lehet, hogy megakadt a szemetek rajta, mert összefüggésben van az ígével, ezért hadd térjünk vissza rá. Azt mondja a 150-es Zsoltár 3. verse, hogy az Urat cimbalmokban és egyéb szerszámokban mindnyájan dicsérjétek, citerát pengesetek, az Úr Szent nevét dicsérjétek, minden lelkes állatok. A mai ember fülének ez a szó, hogy lelkes állat, furán hat, vagy legfeljebb a Bibliát ismerő ember tudja elhelyezni a lelkes állatokat a mennyeknek országába, hiszen a Jelenések könyvében van leírás arról, hogy Isten trónusa körül számunkra furcsa és elképzelhetetlen, mégis valóságos teremtmények, mennyei lények, lelkes állatok van. A magyar nyelv azonban a maga különlegességével, amikor kimondja azt a szót, hogy állat, legalábbis, ha visszamegyünk a zsoltáros nyelvezetig, akkor abban benne van az, hogy lelkes állapot. A népművészetünkben kezdve a
festéstől, a varráson keresztül, a mesékig, az énekeinkig, népdalainkig, mindenhol, ahol egy állat jelenik meg, ott egy állapot kerül bemutatásra. Minden lelkes állapotban lévő ember dicsérje az Urat. Amikor azt mondták a régiek, zárójel nyitok, hogy asszony állat, azzal szó se volt arról, hogy lealacsonyítottuk volna a női nemet, az asszonyság egy állapot. A nőiség az pedig egy nem. Van leányság, van asszonyság, van özvegység. Az asszony állat az asszonyi állapotban van, tehát férjezett és gyermeket szülő állapotban van. Miért mondom mindezt? Azért, mert az Úr Jézus Krisztus azt mondta a tanítványoknak, hogy legyenek olyanokká, mint egy gyermek. Gyermeknek lenni is egy állapot. Ahogyan egy állapot az, hogy itt vagyunk most a templomban, megállapodtunk néhány percre az ige lábainál. Félretesszük mindazt, akik és amik egyébként vagyunk, azért, hogy Isten színe előtt lehessünk. Nem azt kéri tőlünk az Úr Jézus Krisztus, hogy visszafiatalodjunk valamilyen csodakúra folytán. Nem azt kéri, hogy felejtsük el mindazt, amit eddig tanultunk az élettől. Azt kéri, hogy próbáljunk egy gyermeki állapotba kerülni. Abba az állapotba, amiben elismerjük azt, tudjuk azt, nincs erőnk magunktól, nincs hatalmunk magunktól. Nem akarunk elsők lenni, mert körülöttünk mindenki más, nagyobb és hatalmasabb és erősebb. Mi csak élvezni akarjuk a mindenható Isten, ami kegyelmes Atyának a felügyeletét, azt, hogy gyermekek lehetünk, azt, hogy odafigyelhetünk rá, a csintevéseinkkel együtt, de hát kicsoda az a szülő, aki ne feltételezné a gyermekéről, hogy az a csintevés is szeretetből fakad, vagy mindenképpen megoldható szeretettel. Legyetek olyanokká, mint a gyermekek. Tudom, hogy csak néhány perc múlva, hogy kimegyünk-e falak közül, kilépünk ezen az ajtón, ott kívül már megint más törvények uralkodnak. Már megint az lesz majd a kérdés, hogy ki a nagyobb közöttünk, és kinek mit kell tenni azért, hogy nagyobbá lehessen. Valahol vigyétek el a szívetekben, az elmétekben, az ígét azért, hogy a kellő pillanatban, amikor éppen valakinek a fejére akartok taposni, amikor éppen valakit le akartok torkolni, valakinél nagyobbnak akartok tűnni, akkor szólaljon meg az a belső hang, és figyelmeztessen, hiszen gyermekek vagyunk. Isten előtt egyenlő, és az Úr Jézus Krisztusnak tartozunk teljes alázattal, gyermeki figyelemmel. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 412-es számének első versét énekelve. A 412-es számú ének így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót! Thank you.
örökkévaló mennyei felség, bár mindannyian életünk végéig lélekben gyermekek vagyunk, földi viszonylatban is, hiszen mindannyian életünk végéig magunkon érezzük szüleinknek óvó, féltő, vagy éppen rosszalló, számon kérő pillantását. Gyermekségünkből mégis nagyon hamar ki tudunk vetkezni, ahogy kivetkezett már az első emberpár az Édenkertjében is. Több akart lenni, mint amire hívtad, amire rábíztad, hiszen a legkisebb gyermekben is ott van az utánzásnak a készsége. Megpróbál felnőttként viselkedni. Akkor is, ha nem ismeri a következményeit, ha nem tudja, hogy mi mindennel jár, és milyen nehéz felnőttnek lenni. Bocsáss meg, Urunk, ha lehet, hogy meg annyiszor próbáljuk átvenni a szerepedet. Meg annyiszor megjátszunk magunkat, mások és önmagunk előtt is. Bocsáss meg, hogy azt keressük évezredek óta, hogyan legyünk elsők, hogyan legyünk többek másoknál. Bár 2000 éve tanít bennünket az Úr Jézus Krisztus, nem sikerült levetkezni, nem sikerült félretenni magunkból azt az igényt, azt a szándékot, hogy megelőzzünk másokat. És erre játszik a világ, és ez segíti elő mindig másokon keresztül és mások ellenében érvényesüljön, és belekényszeríti az egész keresztény közösséget, belekényszeríti ezt a földi egyházat is, hogy versenyre kelljen másokkal. Te tudod, Urunk, aki utat, és te tudsz segíteni bennünket, hogy ebből a csapdából valahogy mégis kikerüljön. Önmagunknak ígérnek ne kelljen ellentmondjunk, segíts hát ebben bennünket. És segíts azokat, Urunk, akik itt a földi körülmények között bajban, nélkülözésben, szenvedésben vannak. Segítsd azokat különösen, akik gyászt hordoznak szívükben. És imádkozunk azokért különösen, akik most, mai napon, vagy ezekben a napokban emlékeznek elköltözött szeretteikre. Hiszen nehéz az életből szembenézni az elmúlással, s talán éppen azért van így, hogy figyelmeztessen bennünket múlandóságunk, a pillanathoz kötött múltunk, hogy mindenért neked tartozunk hálaadással, Istenünk. Kérünk hát, légy velünk, segíts bennünket ma is, holnap, az előttünk álló egész héten, hogy rád figyeljünk, téged dicsérjünk és magasztaljunk, teljes szívvel, lélekkel, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Csendesedjünk el, s kiki lélekben vigye könyörgését Isten szín elé. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
helyet foglalva hallgassa meg a gyülekezetet. Hirdetem, hogy tegnap délben emlékharang szólt néhai idős pap Mihályné született Farsányi Ilona halálának 20. évfordulóján, pap Miklósné Farsányi Ilona halálának 20. évfordulóján, pap Miklós és családja kegyeletes megemlékezéséről. Ma délben szintén emlékharang szól néhai Simon Béláné született nagy Ilona halálának 2. évfordulóján fiai, leányai és családjai kegyeletes megemlékezéséül. Isten vigasztaló szent lelke legyen az emlékezőkkel. Múlt vasárnap hirdettem, hogy kirándulást szerveznék a gyülekezet tagjai számára. Hát hadd mondjam így, hogy az 50 fős buszba már csak 42 hely van üresen, tehát tessék szíves lenni ma estig iparkodni, jelentkezni. Nem kell mondjam, hogy nem kis szervezéssel jár egy utat megszervezni. Ha ma estig lesz elég jelentkező, akkor lesz kirándulás, ha nem lesz elég jelentkező, akkor nem lesz kirándulás. Én hiszem, hogy vannak csodák, és ma estig mindenki két ember nyugodtan jelentkezhet. Hirdetem, hogy holnaphoz egy hétre, tehát október 20-án hétfőn esperesi vizitáció lesz gyülekezetünkben. Az esperesi vizitáció keretén belül délután 5 órakor presbiteri ülésre kerül sor, természetesen meghívót idejében kiküldöm, illetve délután 6 órakor Isten tiszteletet tartunk, melyre a gyülekezet tagjait szeretettel hívjuk és várjuk. A 412-es számú ének második versét énekeljük Dús kincséből az Úr. Hiszen az egy szent, egyetemes és apostoli egyháza.
Vallom az egy kerességet a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Áldásra készülve a 90-es Zsoltár első versét énekeljük. Megszentelő ereje, maradjon mindnyájunkkal. Amen. Békesség Istennek.